Sziasztok, skacok, üdvözlök mindenkit! Ez a Twitch, ez egyre jobb, mert nem mutatta a chat ablakot. Mármint a felvétel nem mutatta, hogy most megy vagy nem megy, de elvileg megy. Na, üdvözlök mindenkit! Elhoztam nektek egy legendás autót. Kicsit úgy érzem, hogy amikor ez legenda volt ez az autó, egy nem volt így felkapva, vagy nem volt annyira felkapva, mint a... Hát, mint a többi, mint a, ugye az S1, meg a satöbbi, meg a Peugeot 206 ugye régen. Kicsit ilyen homályba volt ez a Ford Escort. Ez egy 92-es autó talán, pillanás, puskázok. Igen, 92-es autó, és most ezzel fogunk menni, kíváncsi leszek, hogy milyen időt fogunk vele menni. Ugyanis 2.37-et mentünk a Suprával, az volt 952 lóerő, hátsó kerék, az előző részben pedig ugye mentünk az nem R7-tel, mert rosszul mondtam a videóban, hanem RS7. RS7-tel mentünk a 2013-assal, az 615 lóerő volt, avval mentünk 2 perc 57-et, az necces volt, mert én úgy gondoltam, hogy jobb időt fogunk vele menni, de ugye nem sikerült, mert elég nehéz volt az autó, majdnem 2 tonna, és ez pedig a jelen autó, egy Ford Escort, mint elmondtam, annyit kell tudni róla, hogy ez egy utcai autó, ugye a játékba, és mindent úgy csináltam meg, ahogy a versenyautó volt, kivéve a belsejét ugye nem lehet, annyi, hogy bukócsövet tudtam bele tenni. A motor az egy 1.6 rally alapmotor, persze úgy alap, hogy ugye azt tudni kell, hogy a verseny, egy profi rally motor az a végtelenségig fel van húzva. Ez is fel van húzva a végtelenségig. Minden a futómű, rally vagy versenyrugó. Ugye most ez ilyen éjszakaira csináltam meg, rajta van az elől ugye a lámpák, ugye azok a durva refik. Nem tudom, nekem az úgy most jobban tetszik, semmi szerepe nincs igazából, nem este fogunk menni, csak nem tudom, nekem az úgy tetszik. A hátsó szárny is tetszik, hogy ez a tipikus, ez a ugye Cosforce hátsó szárny. A festést is megcsináltam, azt hiszem talán ez VRC festés, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. A felnit is ilyen hasonlóra raktam, mint régen volt, ugye az is fehér, ez a sokküllős. Fékek is, versenyfékek, egy kis info az autóról, 1137 kg, ami azt jelenti, hogy ugye jóval könnyebb, mint az Audi volt. Az Audi 615 lóerő volt, ez az autó, ez ugye egy full versenyautó, ez 372 lóerő, ami majdnem a fele, kevésnek tűnik, de nem lesz az, ugyanis ne feledjük el, hogy az Audi az jóval nehezebb volt, illetve az alatt gyári futómű volt. Elég puha volt a kanyarokban, hogy lehetett látni eléggé billeget. Na itt semmi billegés nem lesz, mert full ki van keményítve teljesen. Úgyhogy szerintem jó időt fogunk vele menni. Hát, hogy a Suprát meg-e fogjuk? Hát azt nem tudom, mert igazából az majdnem 1000 lóerő volt a Supra, igaz, hogy hátsó kerék. Ez összkerekes az autó, nem tudom, mondtam-e. Hát nem, én azt mondom, hogy nem, 2.37-et az túl kevés. Azt nem fogjuk meg, de viszont az Audit az igen, azt igen, hiába kétszer annyi lóerő volt. Na és akkor... megmutogatom az autót, nem nagyon lehet betekinteni a motortérbe. Nyomok egy lámpát, azért ez eléggé vakít, ahogy látjátok. Nekem nagyon tetszik, hogy
Elég érdekesek ezek a lámpák. Nem is tudom, hogy milyen égő, vagy milyen, mert ez nem xenon, de elég durván néznek ki. Nem tudom pontosan, hogy azt sem tudom igazából, hogy a rallyba használnak csak ilyen lámpát, vagy mit tudom én, a kamionokon is ilyen szokott lenni. Na mindegy, ehhez nem értek annyira. Igazából nem tudunk semmit sem kinyitni. Az autó jobb kormányos, annyira nem zavar minket, ugye? És akkor nézzünk egy indítást. Turbót elég jól lehet hallani, de amúgy ilyen kis szolíd puffogós hangja van. Az alapjáratot is szerintem elég jól lehet hallani, hogyha felnyomjátok maxra a hangerőt és bekussolok, akkor elég jól lehet hallani az alapjáratot. Erről ennyit, ne is húzzuk tovább az időt. Én baromi kíváncsi vagyok, hogy milyen időt tudunk ebben futni. Ugye azt mondanom sem kell, hogy versenygumi van rajta. Ami igen, spa, egy kör, így van, mehetünk. Ami annyiból rossz, hogy versenygumi van rajta, hogy az első pár kanyar, ugye az ott még hideg lesz a gumi, és így van megcsinálva a játékban is, hogy valósághűen, hogy el kell érjen egy bizonyos üzemi hőfokot, és de az első kanyar az ugye annyira nem lényeg, mert az ilyen hajtű kanyar, hogy nevezik azt, rászkász, vagy az egy másik pályán van, nem tudom pontosan, annyira nem ismerem ugye ezt a pályát, vagy olúzs, vagy azt hiszem talán az. Nem akarok hülyeséget mondani, ott az a fölfele vezető jobb és bal, ott az érdekes lesz, mert ott szerintem még nem lesz meleg a gumi, de utána már nem lesz gond. Na és akkor elhallgatok, adjatok rá hangot, amennyi jól esik, és hallgassátok.
Idő 2:49. Hát... Jó-jó. Jó-jó, jobbat futottunk, mint az Audi RS7. Igazából az az érdekes, ugyan itt látszik, hogy... Ugye az Audi az 615 lóerő volt, ez 372, és mégis jobb időt futottunk, ugye meg könnyebb az autó, illetve a futómű, a gumi az nagyon sokat dob. És... hát igen, de valahogy így, így számítottam ilyen időre. Nézzünk egy visszajátszást. Lehetett volna még jobb idő, biztos ha mennék még egy kört, biztos még jobb időt tudnék futni. Szerintem ilyen 5 másodpercet tuti még tudnék hozni. Már csak azért is, mert az elején volt egy-két kanyar, ahova nem mertem elég gyorsan bemenni a kanyarba, de nagyon de nagyon jó volt így is. Egy-két kanyart bátrabban bevehettem volna, mert egész jó tapadt. Na, igen, azt még elfelejtettem mondani, hogy ugye, vagyis hát a véleményem szerint ugye az Audi az jóval erősebb volt, illetve a Supra, de most nézzük az Audit, mert ugye az ugyanúgy összkerék volt, mint ez az autó, és az egyenesekben ebbe a pályába elég sok az egyenes rész, a hosszú egyenes rész, és illetve a tempós rész, és ugye az Audival ott tudtunk nagyon sokat hozni az időn, és kivéve a, hát az ilyen tempósabb kanyarokban, mert ugye ott nem volt a futómű arra optimalizálva, hogy időt menjünk vele, ugye mert utcai volt a futómű,
És ez az autó viszont ugye gyengébb, idézőjelben gyengébb volt, és az egyenesben nem tűnt olyan gyorsnak. Így a visszajátszásban is lehetett látni, hogyha megfigyelitek, akkor igazából lassúnak tűnik az autó, és mégis jobb időt tudtunk vele menni, mert a kanyarokat rohadt jól lehet vele venni. Na ennyi volt mára, köszönöm szépen, ez egy újabb rész volt. Iratkozzatok fel, ha tetszik a videó, vagy tetszik, amit csinálok, nehogy lemaradjatok róla. Állítsátok be a kis harangot is, kapjatok értesítést. Írjatok kommentet, bármit, véleményt, ha nem tetszett, ha tetszett, bármi. Mindenkinek szép napot, mert nem kell dolgozni. Mindenkinek szép napot, kitartást. Ha mentek dolgozni, akkor jó munkát nektek. Sziasztok, sziasztok!